Sziasztok, Simándi Szelim vagyok, egyetemista, politológus, jelenleg nemzetközi tanulmányokat tanulok az ELTE-n. Egy politológus az nem feltétlenül jelenti azt, hogy te politikai pályára lépj? Számomra ez még nem egy eldöntött kérdés, nagyon foglalkoztatnak a közéleti kérdések, és úgy gondolom, hogy sok kérdésben van véleményem. Szeretném persze a szakmai részét minél inkább elsajátítani a dolognak, de mindemellett úgy gondolom, hogy ha van véleményem, és úgy látom, hogy az szükséges elmondani, vagy így érdekes lehet, hozzájárulhat a vitákhoz, akkor azt kötelességem is elmondani. Te ebben a magyarországi civil mozgalom történetben végül is egy elég jelentős szerep közelébe jutottál, ami ugyan részben egy játékos kedv sugalta, hogy legyen egy ilyen szereplője a magyar közéletnek, az alternatív köztársasági elnökségre gondolok, és hogy te ugye az egyik jelölt lettél, és bejutottál az első hét közé, hogy mit gondoltál erről, amikor ebbe belevágtál? Úgy gondoltam, hogy ez egy jó vita alkalom, ugye ez egy játékos dolog volt, hogy talán kicsit lazábban, meg maga ez a módszer is, hogy egy alternatív módon beszélünk a politikáról. Én ezt a lehetőséget láttam benne, hogy egyrészt játékosan, másrészt kicsit személyesen, és egy közvetlenebb stílusban beszéljünk arról, hogy mit is gondolunk arról, hogy mi a feladat egy köztársasági elnöknek, mit gondolunk, milyen szerepe kell, hogy legyen egy köztársasági elnöknek, és én úgy gondolom, hogy ezt a szerepet sikerült is betölteni ennek a kis játékos vetélkedőnek. Persze sokan sokféleképpen értelmezték ezt az egészet, talán kicsit a versengés részére vannak, akik jobban rámentek, volt, aki ugye ilyen egy-egy ügyet próbált kiemelni, az is szerintem nagyon fontos volt, tehát ugye a hajléktalanság, a közoktatás helyzete, a sajtószabadság kérdése, ugye voltak ilyen egy-egy ügyet, ügynek adott nyilvánosságot, és szerintem ezzel is sikerült egy... Én erre igazából nem is gondoltam, hogy erre is alkalmas lehet ez, hogy ugye nyilvánosságot teremtsen ilyen ügyeknek. Sikerült. Ennek a köztársasági elnök választásnak az eredményének a fogadtatásáról mi a véleményed? Mert ugye az interneten nyilván te is nézted, hogy reagálnak a polgárok arra, hogy ki lett a alternatív köztársasági elnök, hogy mit gondolsz erről a fogadtatásról? Hát igen, ezzel kapcsolatban is ugye egy ilyen vita megnyílt. Hát egyrészt persze minden vélemény jogos, és minden kritika segít, tehát az mindenképpen jó. Kicsit igazából az őszintén számomra kicsit visszataszító, amikor valaki egy nagyon negatív kritikát fogalmaz meg, de ez egy teljesen nyitott dolog volt, egy teljesen nyitott játék volt, bárki elkészíthetett videót, hogy ugye beszéljen arról, hogy milyen köztársasági elnököt képzel el, úgyhogy azt egy kicsit nem szeretem, amikor valaki nagyon fikázza a dolgot, de azért saját videót nem készített volna, neki is meg lett volna a lehetőség, hogy kampányoljon egy-egy jelölt mellett, tehát abszolút teljesen nyitott volt az egész, úgy gondolom, hogy ezért kicsit méltatlan így a szervezőkkel szemben, akik így hét nappal át éve dolgoztak ezzel, hogy azt mondani, hogy ilyen kényelmesen hátradőlve azt mondani, hogy jaj, hát ez miért kellett, hogy így alakuljon. Nem, mindenkinek meg volt a lehetősége, és szerintem nem is baj, hogy így alakult. Tehát ez a játék önmagában az egész folyamat, meg hogy ki hogy értelmezte, az is már önmagában megért, hogy megvolt, és sok mindent elárul a magyar politikai helyzetről. Úgyhogy én azt se bánom, hogy ez az egész elindult, azt se bánom, hogy ebbe végül így az utolsó pillanatban én is beszálltam. Ez egy jó kis kísérlet volt. Te azok közé tartozol, akik önmaguk jelentkeztek, vagy valaki téged ajánlott és kampányolgatott, érted? Mert én ezt a részét már nem követtem az interneten. Hát maga ez a dolog úgy zajlott, hogy barátaimmal beszélgettünk ugye erről az alternatív köztársaság elnökválasztós dologról, és
Volt egy utolsó határidő, amikor a szervezők azt mondták, hogy aznap még így a Sirályba, hogyha valakinek gond lenne, hogy felvegye ezt a videót, akkor el lehet menni a Sirályba, és akkor ott elmondani, és így az utolsó pillanatban, az előző nap volt az utolsó vizsgám, és akkor utána így aludtam egy nagyot, és délután beszéltünk erről egy barátommal, a Szeles Andrissal, aki saját maga is készített videót, és ő mondta, hogy hát végül is miért is ne, hogyha van mondani valónk, hogyha van véleményünk, akkor miért is ne járuljunk hozzá ehhez a vitához. Úgyhogy maga ez, hogy elkészítettem azt a videót, vagy ott elmondtam, amit gondolok, az végül is egy ilyen hirtelen felindulásból jött, hogy akkor na most van egy kis idő, utolsó pillanatban, akkor csináljuk. Hogy te itt Budaörsön élsz, mert mi itt vagyunk, nem tudom, hogy egy nagy svenket majd tudunk-e csinálni. Ez itt az iskola, ahova jártál, vagy te nem is jártál ide? igen, ez a régi iskola épület, a Budaörs 1-es számú általános iskolának az épülete volt, aztán ugye nemrég egy vadonatúj épületbe költözött, de én még alsó tagozatba ide jártam, egy kisgyerekkorom óta élek Budaörsön, és hát valahogy engem édesanyám nagyon úgy nevelt, hogy így érdekeljen a környezetem, meg minden. Emlékszem, talán ilyen 5-6 éves lehettem, amikor volt egy ilyen pályázat Budaörsön, hogy tervezzünk játszóteret, és akkor azt is, hogy ottan a testvéreim megrajzoltuk, hogy milyen játszótér kéne Budaörsre, és beadtuk a pályázatot, és minden valahogy ott is már így ez nagyon foglalkoztatott onnantól kezdve. Az akkori polgármestert, aki szerencsére a jelenlegi is, mögé álltunk be, és őt támogattuk ebben a munkában. Úgyhogy így ilyen intézményes módon a helyi közélethez ilyen módon kötődöm. Ezt úgy éreztük, hogy ugye valahol egy-egy település, egy-egy közösség nagyon el tud veszni a nagy politikában, és a helyi politika is egyre inkább az országos politikáról szól, és ez nagy baj. Úgyhogy ez a kis csapat azt vállalta fel, hogy a helyi ügyek valóban helyiek legyenek, és ezt ne az országos politika határozza meg. Maga a civilség, annak egy nagyon fontos kelléke, vagy a definíciójának egy kelléke, a hatalommal való szembenállás, a tiltakozás. Úgy érzem, hogy ez az, ami úgy alapból megy, de hát, hogy, és így a fiatalok is ezt látják, hogy ez, hogy így valami ne legyen, hogyha valami így ilyen felháborító, és valami ilyen elképesztően úgy szembe megy az értékrendünkkel, vagy az érdekeinkkel, vagy akármivel az ellen van egy tiltakozás, és ez jó is, hogyha felvállaljuk a véleményünket, és kiállunk, és azt mondjuk, hogy ez így nem elfogadható számunkra. Kicsit azt érzem, hogy ezzel szemben, amikor már azt kéne megfogalmazni, hogy jó, de akkor mi az, ami viszont legyen, mi az, ami tetszene, amit szeretnénk elérni, ott az már ugye sokkal nehezebben megy. Hát ugye logikailag is ugye sokkal egyszerűbb tiltakozni valamely ellen, mint hogy kialakítani egy közös álláspontot, kialakítani és ütköztetni az álláspontokat, a véleményeket, az érveket, az egy macerás dolog. Igen. És ebben van mit tanulnunk, és valahogy az elmúlt 2 évben ez viszont az ami egy nagyon pozitív folyamat, hogy ez így elkezdett kialakulni, hogy ez a civil kurázsi, hogy már megfogalmazzuk azt, hogy mi az, amit szeretnénk, és közben persze rájövünk, hogy ez egy nehéz dolog, hogy ezzel munka van. Ez nem olyan, hogy csak úgy jön magától, ez nagyon keményen, nagyon sok munkát, energiát, időt kell ebbe belefetszölni ahhoz, hogy ez működjön. És ez egy tanulási folyamat. Vissza is kapcsolódhatunk akár az alternatív elnök választós dologhoz is, az is egy tanulási folyamatnak a része. Tök jó, hogy van, tök jó, hogy csinálunk valamit. Önmagában az, hogy vitatkozunk, hogy beszélgetünk,
elmondjuk, hogy ennek mi az előnye, mi a hátránya, akármi, ez már önmagában is jó. Attól gyakorlatilag teljesen függetlenül, hogy mi az eredménye, az, hogy szóba állnak emberek egymással, és elmondják a véleményüket, és abból megpróbálnak közösen kihozni valamit. És hogyha ez egy lépcső tud lenni abba az irányba, hogy egyre inkább kezdeményezőbbek legyünk, és hogy ne a nagy politikában se a pártok határozzák meg a napirendet, hogy miről beszélünk, hogy mi a fontos kérdés, hogy most éppen miről kell döntenünk, hogy mi egyéb, hanem az élére álljunk a folyamatnak, és mi próbáljuk diktálni, hogy de gyerekek, hát itt tök nem erről kéne, hogy szóljon az egész. Itt valami nagy tévedés van, és akkor így lehetne félretenni azokat az álvitákat és gumicsontokat. Hogyha mi nekünk sikerül egy lépéssel előre menni, és megkövetelni a pártoktól, hogy erről beszéljenek, erről szóljon a vita. Az egymillióan sajtószabadságért tüntetések színpadán elhangzó beszédek, az a fajta viselkedés, az a fajta üzenet, ami onnan jön, hogy mennyiben különbözik a pártok színpadán elhangzó üzenetektől, viselkedéstől, szónoki szereptől, ez egy kérdés. Hát azt kell, hogy mondjam így elsőre mindenféleképpen, hogy nem sokban. Tehát amit eddig láttunk, ez a ugye tiltakozás, protestálás valamivel szemben, hiába is van ugye pozitívan megfogalmazva maga, ez a Facebook csoport is a média törvénnyel szemben jött létre, ugye? És ez a nagy feladat, hogy hogyan sikerül ezt pozitív tartalommal megtölteni. Még ennél is pozitívabban tudnánk ezt csinálni, vagy újszerűbben? Szerintem igen. Igen. Azt látjuk, hogy ez nem volt elég, hogy azt mondjuk, hogy nem. Hanem úgy gondolom, hogy úgy tudunk előrelépni, hogyha megfogalmazzuk akár egészen konkrétan, hogy viszont mi az, ami igen. Hogyha együtt kidolgozunk például egy új médiatörvényt, és azt mondjuk, hogy igen, mi itt vagyunk akárhányan, és mi egy ilyen médiatörvényt szeretnénk. És akkor már állítunk valamit, akkor már úgy tudunk előre is menni a dologban, és akkor van igazán miről vitatkozni. Ha egy közös munkával, amiben mindenkinek, az is, aki nagyon, nagyon sokat dolgozik vele, az is, aki csak egy-egy gondolattal járul hozzá, vagy akár csak egy-egy lájkkal kifejezi a véleményét, ebből a közös munkából sikerül összehozni egy már állító és nem tagadó dolgot, úgy gondolom, hogy azzal léphetünk igazán előre, és ezzel tudjuk azt elérni, amire már utaltam, hogy ne a pártok mondják meg, hogy akkor a pártok közül kell választanunk, hogy akkor melyik a kisebbik rossz, hanem az, hogy itt van ez, mi ezt szeretnénk, és úgy gondolom, hogy ez be kell, hogy indítson a pártok között is egy versenyt, hiszen nyilván, hogyha látják, hogy itt van X számú szavazó, aki nem adja ingyen a szavazatát, aki követel valamit, aki megmondja, hogy ez az ára az én szavazatomnak, ezt a médiatörvényt kell elfogadnatok, ezt a pártfinanszírozási törvényt, vagy ezt a választási törvényt kell, hogy elfogadjátok, és akkor megvan a szavazatom. Egyébként nem. És mi a véleményed erről a Nemzeti Minimum Pluszról? Ez a pontos neve? Igen, igen, igen. Hát ez a program pontosan erről kell, hogy szóljon, hogy megfogalmazzuk azt a nemzeti minimumot, amit elvárunk minden pártól, hogy teljesítsen. Mert ugye magát a politikát szeretnénk, a pártok attitűdjét szeretnénk megváltoztatni. Ugye úgy érezzük, hogy gyakorlatilag álviták zajlanak. A gazdaságpolitika az nem arról szól, hogy milyen legyen a magyar gazdaság, hanem arról szól, hogy melyik párt lopott többet honnan. Ez nem gazdaságpolitika. És amíg azzal lehet választást nyerni, hogy a másik párt még többet lop, hát akkor mind csodálkozunk. Ez
ezért fontos, hogy például egy pártfinanszírozási törvényt, hogyha kidolgozunk egy olyan törvényt szakértőkkel, független civil szervezetekkel, ami képes garantálni, hogy legalábbis sokkal nehezebb lehessen lopni, akkor elérhetjük azt, hogy végre ne erről szóljon a vita, hanem meinduljon az, hogy arról beszélünk, hogy miről kell, hogy szóljon a magyar gazdaság. És akkor nem az van, hogy a pártok túlszul ejtik egyáltalán a diskurzusokat, túlszul ejtik a magyar közéletet, és végül is egymásról szól, tehát egymás ellen hergelik a közvéleményt, és közben pedig elvész maga a kérdés. Sajnos ez nem így működik, hogy akkor majd egyszer csak így valahonnan megjelenik egy párt, amire szívesen szavaznék, és ami tiszta, meg nem korrupt, meg nem demagóg. Ez csak úgy jöhet létre, hogyha ebbe mindannyian közösen bedolgozunk. Hogy lehet megszólítani, hogy lehet az ilyen egyszerű dolgokra vágyó emberek értésére adni, hogy miért van veszélyben a sajtószabadság, mikor ők minden nap bekapcsolják döbbenten a tévét, és még mindig van benne műsor. Megy a híradó, jönnek az újságok. Tehát mi itt a probléma? Persze, sokan elképzelünk egy ilyen idilli világot, és valahol tényleg így az lenne a legjobb, hogyha nem is tudnánk a miniszterelnök nevét, és olyan rendben lenne minden, hogy a politikával nem is kéne foglalkozni, vagy nem is a politikával, egyáltalán a közügyekkel, mert hogy minden rendben van, és akkor így minden tök jó, hát akkor persze, hogy én is inkább sétálok a parkban, meg nevelem a gyerekemet, meg még egyéb, hogy nem, tehát végül is a politika valahol egy púp az ember hátán, amivel nem szívesen foglalkozik, csak sajnos ez nem így működik. Tehát egy demokrácia éppen azért tud jól működni, mert hogy nyitott a véleményekre, nyitott arra, hogy feltárja a problémákat. És ezeket úgy lehet feltárni, hogyha elmondjuk. Hogyha ezt kinyilvánítjuk, összefogunk, egymással megbeszéljük, kitaláljuk, hogy ezen hogyan kéne változtatni, és ezt a változást kérjük, nem kérjük a politikusoktól, mert tehát ezt nem kell kérni, hanem ez az a feladatuk, hogy ezeket felismerjék. Úgyhogy ezt közvetítjük, és akkor ők tudják, az ő dolguk az, hogy ezeket közvetítsék az állam felé, és akkor az állam megoldásokat találjon. Hogyha egy diktatúrát megpróbálunk pozitívan nézni, az pontosan ezzel próbálkozik, hogy ugye az állampolgár az ne szóljon bele, ne legyen véleménye, hanem csak szépen húzódjon meg az odujában, ott kushadjon, és akkor majd minden rendben lesz, majd az állambácsi megold mindent. Egy diktatúra nem csak hogy gonosz, hanem mérhetetlenül hatékonytalan is. Tehát pontosan azért, mert hogy nem ismeri fel a problémákat, nem ismeri fel a társadalmi változásokat, ezek nincsenek becsatornázva, ezért még hogyha egy diktatúra jó akarna lenni, akkor sem tudna jó lenni. Anélkül, hogy részt vennénk az egészben, és legalább minimálisan, ki mennyire gondolja, ki mennyire tudja, de segítenünk abban, hogy megfogalmazzuk a problémákat, és ezekre a válaszokat megköveteljük a politikától, enélkül nem tud hatékonyan működni. Lehet, hogy a diktatúra azzal igazolja magát, hogy rendet tesz. És ugye az előzményekkel nem foglalkozik, vagy egy másik pártra áttolja azt, ahogy ti rendetlenséget csináltatok, ti elszabadítottátok az indulatokat, ti megosztottátok a rossz működésetekkel, a korruptságotokkal a társadalmat, az egyensúlyból kibillentettétek a működést, a gazdasági válságot is ti csináltátok, mi viszont megoldást nem tudunk, mi se, de rendet rakunk. Persze, igen, és ez egy nagyon fontos, hát ugye ezt látjuk is, hogy nagyon zavaros időszakokból jönnek ki, ugye a nőnek ki a diktatúrák,
pontosan akkor, amikor akkor a társadalmi felbojdulás van, akkora nagy a baj, akkora a káosz, akkor abba egy rendszer tud vinni, egy diktatúra. És ezért vagyok be nagyon hálásak is az emberek, amikor végre a bizonytalanság után jön valami biztos, és még hogyha rossz is egy szabály, de legalább van egy szabály, tudom mihez mérni magam. Ugye a Kádár rendszer is ilyen, hogy jaj, hát hogyha az ember nem csinál nagy bajt, meg izé, akkor az olyan kényelmesen el lehet lenni a langyos vízben, és ez ad egy biztonságot, tehát ott van ugye egzisztenciálisan is a Kádár rendszerben, megvoltak az emberek, nem volt éhezés. Ehhez viszont hozzátartozik, hogy ez ugye nem önmagától volt, ez egyrészt hitelekből volt fenntartva, másrészt ugye a Szovjetunió teljesen irracionálisan, vagyis ebből a szempontból racionálisan, de igazságtalanul és nem hatékonyan osztotta el az erőforrásokat, tehát az ukrán paraszt dolgozott többet azért, hogy a magyarnak legyen fekete-fehér tévéje. És mint látjuk, hosszú távon nem is volt fenntartható. Persze vannak példák, amikor ugye Kínát most sokan felhozzák, hogy ugye ott is diktatúra van, és mégis látunk egy ilyen gazdasági növekedést. Egyrészt ott is ugye vannak nyersanyagok, amit ki lehet aknázni, vagy mondjuk erre Venezuela még jobb példa, ahol ott van az olajkincs, és akkor abból lehet etetni a népet, és akkor cserébe az meg fenntart egy ilyen autoritár rendszert, és ez Magyarországon is tökéletesen működne, afelől nincsen kétségem, hogyha Magyarországon lenne olaj, akkor egy tök jó kis diktatúra itt meg lenne, és csak nagyon keveseket zavarna az, hogy itt diktatúra van. A jelenlegi politikai helyzet úgy gondolom, hogy nagyon jó alkalom arra, hogy újra gondoljuk egyáltalán a magyar demokráciát. Most amikor sokan úgy érezzük, hogy nagyon is veszélybe került, ugye ez az alternatív köztársasági elnök kezdeményezés is egy ilyesmi volt. És a legfontosabb kérdés a civilek számára úgy gondolom, hogy ez a képviseleti versus ez a részvételi demokrácia, és hogy itt húzzunk egy, valahol meg kell húzni a határt, mi az, amit így döntünk el, mi az, amit úgy döntünk el, hogy a népszavazás az mennyire legyen egy általános eszköz, vagy mennyire rendkívüli, ezeket végig kell vitatnunk. Nagyon sajnálom, hogy például most, amikor új alkotmányunk, alaptörvényünk született, akkor fel sem merült például, hogy a köztársasági elnököt közvetlenül válasszuk, vagy meghagyjuk ezt. Nagyon sok olyan kérdés van, ami úgy gondolom, hogy valós kérdés, és úgy gondolom, hogy lett volna esély egy értelmes vitára, és ez sajnos ezt az esélyt elszalasztotta az ország azzal, hogy hagyta, hogy ilyen módon szülessen egy új alkotmánya. Nagyon remélem, hogyha kicsit megpróbáljuk a pozitív oldaláról nézni a dolgokat, akkor pont az, hogy ugye veszélybe kerülnek ezek az intézmények, legyen szó akár az Alkotmánybíróságról, akár a köztársasági elnök intézményéről, ez most kiprovokálja azt, hogy ezeket igenis végig gondoljuk. Például Csehországban egy hasonló helyzet állt elő abban a tekintetben, hogy a köztársasági elnökkel, hogy úgy mondjam, meggyűlt a baja az ország túlnyomó többségének, és azt a megoldást választották, hogy a következő köztársasági elnököt már közvetlenül fogják választani. Ebből nem következik az, hogy a köztársasági elnöknek effektíve több jogi hatalma kell, hogy legyen, vagy nagyobb beleszólása a napi politikába, de valahol, hogyha végig gondoljuk, hogyha az az elvárásunk, hogy kifejezze a nemzet egységét, ez az alapvető gondolat, az eszme a köztársasági elnök mögött, akkor nem is értem, hogy miért következne ebből az, hogy a politikusok válasszák meg saját maguknak a köztársasági elnököt, ahelyett, hogy a nemzet választaná. Meow, 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 meow.